Abban hiszek, hogy minden ember életének küldetése van. Már gyerekként tudtam, tanár szeretnék lenni. Akkoriban még a macikat ültettem körbe és tanítottam őket. 25 éves voltam, boldog és kiegyensúlyozott. Elégedett voltam azzal, amivel megáldott a sors. A külsőmmel, az eszemmel, a határozottságommal, a makacságommal, az akaratosságommal. Matekot és kémiát tanítottam egy budapesti általános iskolában. A főiskola után ragadtam itt, mert baján nem találtam állást. Ivánkovics Anitát nem kényeztette a sors. Másfél éves volt, amikor elveszítette az édesanyját, és hamarosan 6 éves korában hirtelen meghalt az édesapja is. A nagyszülei nevelték nagy szeretetben. Nagyon hamar rátalált a hivatására, és ez a hivatás pedig a tanítás lett. És ez lett a legfőbb támasza is az életben. Mikor döntöttél a pedagógus hivatás mellett, és miért? Óvodás voltam, amikor állandóan azt játszottam otthon, hogy tanítok. 2000-ben végeztem el a főiskolát Pesten, és ott maradtam Pesten. A Városligetben, a Liszt Ferenc általános iskolába kezdtem el tanítani. Nagyon-nagyon szerettek a gyerekek, és ezt éreztették. Szerinted? Ez az, amikor az ember születik valamire. És ezt te érezted is? Hogy igen, abszolút. Anita tanítása attól volt különleges, vagy egyedi, hogy más nem csinálta úgy, mint ő. Nekem nagyon sokat adott, ahogy ő tanított. Értette azt, hogy a mi korosztályunk mire fogékony, és mivel lehet minket rábírni arra, hogy érdekeljen a kémia. És akkor állandóan ingáztál? Mindig jöttél? Tehát Budapest, Baja, Budapest. Mi hozott le Bajára? Hogy itt születtem, itt töltöttem el az első 18 évemet, és nem tudtam választani, és az autóbaleset döntött helyettem. 2002. december 2-án Anita a szokásos Baja-Budapest útvonalon az 51-es úton indult budapesti munkahelyére. Dunapata és Harta közötti szakaszon a vele szembe közlekedő autó vezetője nem tudta bevenni a kanyart. Frontálisan összeütközött Anita autójával, ami harmonikaszerűen összepréselődött, Anita korábbi élete pedig ketté tört. Itt 19 évvel ezelőtt vezettem én, azóta már igen gyakran keresztül mentem, de nem én voltam a volánnál. Itt történt ugyanis az autóbalesetem. Bajáról tartottam Pestre, hétvégén voltam otthon, és hétfőn délelőtt folyamán szálltam autóba, nagyszüleimet látogattam meg, és indultam vissza Pestre. Következő emlék már a kómából az ébredés. Amikor itt próbáltak téged kiszedni az autóból, onnan vannak villanásaid? Semmi. Semmi? Ez egy jelentőségteljes pillanat lesz reményeim szerint, ahova most megérkezünk. Fontos találkozód lesz. Igen. Igen, ez egy nagyon-nagyon régi vágyam, hogy találkozzak azzal az emberrel, akinek én azt gondolom, hogy az életemet köszönhetem. Hogy hívják? Nacsa Tiodor. Na, ő érkezik. Szép jó napot kívánok! Ivánkovics Anita vagyok. Nacsa Tiodor. Most igazándiból egy bakancslistás vágyam teljesült. 19 évvel ezelőtt, egy decemberi napon itt ezen a helyszínen egy nagyon-nagyon súlyos autóbaleset kapcsán nekem tulajdonképpen úgy maradt meg, hogy ön mentette meg az életemet. Ennek akkor nagyon örülök. Azt mesélték el, hogy ön volt az, aki azt mondta, hogy mindenféleképpen élve szeretne föltenni arra a rohamkocsira, ami kiérkezett Kecskemétről. Nagyon örülök neki, hogy így sikerült, mint fizikálisan, meg úgy látom, hál' Istennek lelkileg is helyre jönni. Nehéz volt biztos feldolgozni ezt az egészet. És ezért is vállaltam ezt a találkozást ennyi év után, holott valóban eltelt azért 20 év.
Ezekben a napokban rengetegen imádkoztak értem, hiszen ez volt az egyetlen dolog, amivel segíteni tudtak. Még mindig nem látták, mi lesz ennek a vége. Halál? Tartós kóma? De azt sem lehetett tudni, hogy ha magamhoz térek, milyen maradandó sérüléseim lesznek a súlyos fejsérülés miatt. És csütörtökön megtörtént a csoda. A bevérzések az agyamban felszívódtak, az ödémák lementek. Kecskeméten az intenzív osztályon valamikor a délelőtt folyamán kimondták az orvosok által is várt szavakat. Az állapota stabil. Lekapcsolhatták végre a lélegeztetőgépet. Ez a december 2-a, ez a te második születésnapod? Igen, ezt a lelkemre kötötték. Kecskeméten az intenzív osztályon az volt a szokás, hogy aki másodszor születik, neki a magához térése után visznek egy műtortát. Tehát az arcom az tulajdonképpen csak a homlokomon van saját csontom, a teljes összes többi az platina és titánhálóból van összerakva. És az agysérülések voltak nagyon-nagyon komoly agysérülések, tehát nekem a teljes fél arcom az teljesen béna volt a szó hónapokig. A fogaimat egyenként ültették vissza. Nagyon-nagyon súlyos volt a térdsérülésem. Ki állt melletted az egész nehéz időszak alatt, az utána lévő műtétek alatt? A nagyszüleim, a barátnőim, és legfőképp a diákjaim. A diákjaid? Mi volt az első jel, amit kaptál tőlük? Hogy megérkeztek a szülők Pestről Kecskemétre a kórházba. Egy hatalmas nagy képpel, az itt van a falon. És arra akkor ötödikes osztályon volt, tehát mindenki rajzolt valamit. De minden nap a kórházba jött egy üzenet, hogy valamelyik szülő vagy diák üzent, hogy tartsak ki. A baleset lelki vagy fizikai feldolgozása a nehezebb? A lelki egyébként. A lelki. Tehát én úgy voltam vele, hogy bármilyen fizikai fájdalmat, akárhány műtétet, bármit elviselek, a lelkileg volt nagyon nehéz feldolgozni. Velem már történtek előtte olyan dolgok, ami nem mindenkivel történik, igen. És miért kaptam még ezt? Elveszítettem a munkahelyemet, és leszázalékolt, rokkant nyugdíjas voltam 28 uh-huh. évesen. És több orvos megerősítette, hogy értsem meg, hogy nem fogok tudni visszamenni, a lábam nem fogja bírni a terhelést, illetve az idegrendszerem se fogja bírni a pedagógus munkát. Meddig hitted ezt el? Egy pillanatig sem. Ezt egy pillanatig sem. Tehát az életemet nem tudom elképzelni ilyen nélkül, úgyhogy mindenféleképpen elhatároztam, hogy én biztos, hogy vissza fogok menni. Ez már mind bekerül egy naplóba? Igen, mert otthon voltam, otthon csináltam a rehabilitációmat, de még az elején volt a baleset után úgy 3 héttel, amikor eldöntöttem, hogy ezt leírom. Akkor még fekve írtam, egy szemmel láttam, és egy füzetbe írtam le minden napomat, és akkor utána gondoltam rá, hogy akkor most ezt mindenféleképpen szeretném egyszer kiadatni. A barátnőimnek és a nagyanyámnak elmeséltem Frankivel való kapcsolatomat. Mindenki megdöbbent. Senki sem gondolta, hogy egy balesetes, egyszemű, bicegő, béna arc nő kelhet egy pasinak. Aggódtak értem, pedig tudhatták volna, hogy nagyon jó az emberismerő képességem. Hihetetlennek tűnt nekik és nekem is, hogy pont ebben az állapotomban fogok kapcsolatot váltani. Mint nő teljes mértékben összeomlottam, és nekem volt akkor egy pár kapcsolatom, és ő végig csinálta velem a balesetet, tehát mindenhova vitt és intézett, és tényleg mindent végig csinált. Ennek az lett a vége, hogy ő engem többet már nem látott nőként. És ennek akkor vége lett, és igazándiból utána ismertem meg a férjemet, aki meg nőként látott. Úgy, ahogy voltál? Igen, úgy, ahogy voltam. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy te elhidd azt, hogy egy férfi rád úgy néz, ahogy
ahogy egy nőre? 2 év. Én ebbe a házba költöztem, de fel kellett újítani. Hát és a férjem volt az a vállalkozó, aki csinálta ezt a felújítást, tehát így ismerkedtünk meg. És ebből szerelem lett. Igen. Ebből házasság lett. Igen. És gyerekes. 2 gyerek, igen. Tudtok nekem példát mondani mondjuk egy kisebb traumára? Egy egyes. Igen, mondjuk egy egyes. Tudunk példát mondani nagyobb traumára? Családtag elvesztés. Például családtag elvesztés, nagyon jó, Bence. Nálam ugye ez nagyon korán kezdődik, tehát hogyha itt születtem meg, akkor igazándiból nagyon korán elkezdődtek a traumák, 1,5 évesen, amikor az édesanyámat veszítettem el, aki meghalt. A következő trauma az édesapám halála volt, a következő az pedig az autóbaleset volt. Amikor nem tudtam visszamenni dolgozni, akkor csak a rokkantnyugdíjból éltem, illetve hát a gyesi egyéb bevételek, viszont a férjemnek se volt Magyarországon munkája. És akkor jött egy nagyon rossz ötlet, hogy befektettük az összes pénzünket a tőzsdére. És igazándiból meg is tudtunk élni belőle egy darabig, csak jött a 2008-as gazdasági válság. Itt a saját nappalimban néztem végig a számítógép előtt, hogy mindenemet elveszítettem. Ezt nagyon rosszul éltem meg, hogy oké, most már itt vagyok úgy, ahogy felépültem, itt vannak a gyerekek, minden oké, és hogy most meg anyagilag vagyok teljesen lenullázva. Hát és ott ki kellett találni valamit. Megint eljutottam odáig, hogy én a tanításhoz értek. És akkor jött a családi napközi. Uh-huh. Az pedig úgy volt, hogy egyszer reggel felébredtem, és egy gondolat villant rá végig bennem, hogy nyiss el családi napközit. Az élet úgy hozta, hogy a párom is itt ragadt, mivel ő is elveszítette a munkahelyét, és akkor azóta vagyunk itt 2 gyerekkel. 4-5 év lehet. 4-5 év. Helyre rázottatok. Igen. A következő az a hivatásom, munkahelyem teljes elvesztése volt. Utána következett a teljes anyagi összeomlásom. Még volt a fiamnak a balesete a klinikai halálállapotában. A következő nagy trauma az a Bencével történt, amikor egy családi napközés zsúrja volt tulajdonképpen, mert ugye ő is ide járt a saját családi napközénkbe, ahol megrázta az áram. Amire én kiértem, én már csak azt láttam, hogy mindenki ott áll, nagy baj van, és az én gyerekem fekszik a földön. Egy apuka elkezdte az újraélesztést, az apuka már elfáradt, és már kezdte föladni, de a gyerekemnek még mindig nem volt pózusa. És akkor vettem át én az újraélesztést, és hát egy perc biztos, hogy volt, amire végül is visszajött és magához tért. Számomra nagyon érdekes volt, hogy olyan volt, hogy nem csak 2-szer születtem, hanem 2-szer adtam életet a gyerekemnek. A következő tragédiánk, amikor végül is megint a színusz görbe tetején voltam, pont hogy megvolt 2015 nyarán a diplomám, kineveztek a suliban, tehát tényleg minden rendben, és meghalt a férjem. Reggel fölkel, felöltözött, és rosszul lett. És utána következett a férjem halála, tehát nekem ezek így teljesen egy szinten vannak, ezek voltak a nagyon nagy traumáim. Mi az, amit téged ilyenkor valamilyen módon ebből a színuszból fölfelé lendít el? Megint csak a hivatásomat tudom mondani. Tehát itt megint csak a diákok voltak azok, akikre gondoltam, hogy az oké, hogy velem ez történt, de az élet megy tovább, nekik le kell érettségizniük, nekik ezt folytatniuk kell. Tehát muszáj, hogy ott legyek és segítsek. Téged mire tanított ez a trauma sor? Egy nagyon-nagyon fontos dolgot tanultam meg ebből, méghozzá azt,
hogy vannak bizonyos helyzetek, amiket úgy kapok, amin nem tudok változtatni. Viszont azt meg tudom változtatni, hogy hogyan reagálok erre a helyzetre. És ez egy nagyon fontos dolog, tehát valahol az embernek itt van szabad akarata a sorsában. Hogy igenis el kell fogadni a traumát, de azt már én döntöm el, hogy például nálam az autóbalesetnél most akkor belerokkanok, vagy pedig igenis felépülök, amennyire csak tudok, és visszamegyek dolgozni. Tehát ez egy nagyon nagy szemléletváltás volt. Ha ezeket a traumákat beszorítom egy sávba, mint én az enyémet, ugye itt beszorítottam egy ilyen sávban, akkor meg fogok kapni egy függvényt, akit úgy hívnak, mint az egyik szögfüggvényt. Mi tartja benned az erőt? A küldetéstudat, tehát most már ennyi trauma után, ezt nemrég gondoltam végig, hogy nincs olyan életterületem, aminek nem jártam meg az alját. Uh-huh. Mert az összes életterületben... Fizikai, erkölcsi, anyagi, igen. Szerelmi. Most már ez hajt nagyon, hogy ezt szeretném mások felé közvetíteni, és másoknak segíteni, mert... A traumák feldolgozásában igen. Segíteni? Ez igen. Érdekel most a legjobban? Igen. Tanítás mellett ebben dolgom van. És most tanulod is? Igen. Tehát valójában te egy trauma feldolgozó coach leszel? Remélem, hogy igen. A színusz függvénynél, ami nálam a trauma, ugye itt a legalsó pontom, az enyémen, azt a színusz függvénynél úgy hívjuk, hogy szélső érték, és az a minimuma. Ami nálam a legboldogabb pillanat, azt látod itt piros bogyóval a függvénynél, az ugye a szintén szélső értéke a függvénynek, és az lesz a maximuma. A színusz függvénynél azt is szoktam mondani, ez az élet függvénye. Anita 2011 óta tanít egy bajai gimnáziumban. Pályája során folyamatosan képezte magát, matematikából elvégezte a mesterképzést, majd korrektív pedagógia-pszichológia szakvizsgát tett, a konfliktus kezelésre pedig saját módszert dolgozott ki. Igyekszem beépíteni a traumáimat az oktatásba, az oktatás módszereibe, nem csak osztályfőnökként, mert osztályfőnöki órán nyilván sokkal könnyebb ezekről a dolgokról beszélgetni különböző témákon keresztül, de én azt gondolom, hogy a matematikába is be lehet csempészni. Vannak olyan témák, mint ugyebár a színuszfüggvény tanítása is, ahol ez nagyon-nagyon jól illeszkedik. 10 év múlva semmire nem fognak emlékezni az 500 órámból. Viszont, hogyha én mondok nekik idézeteket, beszélgetünk témákról, azok biztos, hogy megmaradnak, tehát az élmény és az érzés benne fog maradni. Vagyha csak egyszerűen később lesz egy nehéz pillanata, és eszébe jut egy mondat, hogy én mindig azt mondtam, hogy soha ne add fel, akkor már valami hatalmas dolgot elértem, és nekem ezek nagyon fontosak a tananyag mellett. Anita a karantén idején is a legjobb tudásával szolgálta a diákokat, akik jelölték őt egy országos megmérettetésen. 160 tanár közül egyike lett a kedvenc online tanárom 2020 külön díjjal kitüntetett 11 tanárnak. Amikor megtudtuk, hogy lehet szavazni, akkor egyértelmű volt, hogy a tanárnőre adom le, mert csodálatos osztályfőnök, nagyon-nagyon támogat minket mindenben, és nagyon-nagyon jól tanít. Szinte ugyanaz az érzés van meg, mint hogyha az osztályteremben ülnénk, mert ő volt az egyetlen, aki táblára írt, láttuk kamerán keresztül, és ez sokkal megnyugtatóbb volt. Foglalkozik velünk is, és a lelkünkkel is, és hogy hogy vagyunk, és a feladatokat is igazából inkább a hétköznapból szedi össze, és nem ilyen nyersek. Anya és története hatalmas szerepet töltött be a hitem folyamatos fejlődésébe. A legfontosabb, hogy minden nehézségben a lehetőséget látom. Megtanultam, hogy bármilyen helyzetből fel lehet állni, Isten segítségével, hogy hálás kell lenni azért, amin van. Mit szóltál ahhoz, hogy a fiad egy novella pályázaton a te életedet írta meg?
Nagyon-nagyon örültem, hogy ezt ő kamaszként bevállalta. Ez egy egyedi történet, és fontosnak tartottam, hogy mások is tudjanak erről. Szerintem őt a hit vezérelte, hogy felépüljön és hogy mindenből felálljon. Nyilván itt a hitem is fontos, ami mindig is megvolt, tehát én Istenben hiszek, és nagyon sokszor éreztem is az irányítását az életemben. Mi van a fókuszban még, tehát mik a tervek most közeljövőben? Az első dolog, ami még így a traumákhoz, meg a másokon való segítéshez tartozik, ez a könyvemnek a megjelenése. Eredetileg úgy terveztem, hogy csak az autóbalesetről fog szólni, viszont most már kiegészítettem mindennel. A balesetem kapcsán nem csak veszítettem, hanem gazdagabb is lettem egy jó nagy adag tudással. Megtanultam a legapróbb dolgot is nagy örömmel értékelni. A csodák köztünk vannak, véletlenek pedig nincsenek. Életünk egy összefüggő rendszer, minden valamiért történik. A rossznak is mindig van értelme, csak fel kell ezt fedezni, és eszerint kell tovább élni.